Mérföldkő az orosházi szennyvízberuházás során. Hétfőn a polgármester és a nyertes cég ügyvezetője aláírta a kivitelezői szerződést a szennyvíztelep építésére. A hálózat építése már hónapok óta zajlik, bár igazi lendületet a jó idő beálltával vesz majd. Attól, hogy csatornázunk és jelentősen növekedni fog a városban azon teltek száma mértéke, amely csatornázva van, tehát azt jelenti, hogy új kapacitást is kell létrehozni. Ezért nagyon fontos az, hogy a meglévő szennyvíz tisztító telepünknek a bővítése és a rekonstrukció is megtörténjen, és gyakorlatilag az erre vonatkozó kivitelezési szerződést írtuk alá ma ünnepélyesen itt a polgármesteri hivatalban. Tehát most már ez a másik lába is megteremtődött, azaz az a beáramló szennyvíz, amely megnövekedett területről fog vélhetően beérkezni, kellő módon és kellő mértékben fog megtisztulni, ezáltal minden olyan technológiai követelménynek meg fogunk felelni, mely a pályázat előírásaiba tartozik. A jelentős uniós támogatás mellett megvalósuló beruházás során 1,8 milliárd forintból bővítik és korszerűsítik a szennyvíztisztító telepet. A nyertes a debreceni Kevijép építőipari és kereskedelmi Kft. Fővállalkozóként a tervezést és kivitelezést is végrehajtja, a tervek szerint 2014 év végéig. Ha minden engedély megvan, akár tavasszal elkezdik az építkezést. A Kevijép van, amikor Kelet-Magyarországi vízügyi vállalatként alapult, közel 50 éves, és víziközmű építésre hozták létre, és hát büszkén mondhatjuk, hogy egyik legnagyobb területünk volt a Békés-Csongrád megye, és hát a vízi infrastruktúra kiépítésében részt vett. Itt Orosházán elég régen dolgoztunk, legutóbb a üveggyárat építettük, de maga a Kevijép nagyon sok referenciával, elkölcsel ismeréssel rendelkező magyar vállalat, és dolgoztunk Kuwaittól, Venezuelától, Brazíliától, Portugáliáig, jelenleg Romániába dolgozunk. Az építendő telep napi 960 köbméterrel többet, 7600 köbméter szennyvizet tud majd fogadni. Egy magasabb biológiai színvonalon, gyakorlatilag a kibocsátott szennyvíz paraméterei a szabványnak, az új szabványnak minden részében meg fognak felelni, és hát bízom benne, hogy a megfelelő beépített egységekkel, szűrőkkel ez egy teljesen szagmentes és korszerű nitrát és foszforral csökkentett kibocsátott szennyvíz, egy rothasztott szennyvíziszap, amelyik mezőgazdaságban elhelyezhető lesz. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk manapság is kell is a megújuló energiáknak, és jelen esetben is ugye a szennyvíz iszap keletkezésekor úgy próbálták a tervezők kialakítani a telepet, hogy ezt a szennyvíz iszapot megfelelő módon fel tudják használni villamos energia, valamint hőtermelésre. Ez azt jelenti konkrétan, hogy kb. 50%-ig ki tudja váltani a telep berendezésének, gépeinek villamos energia fogyasztását. A tájékoztatón elhangzott, a meglévő hálózaton a pontszerű rekonstrukciós munkálatokkal mintegy 75%-ban végeztek. A gravitációs csatornahálózat, valamint a hozzátartozó bekötő vezetékek fektetése 5-10%-os készültségi állapotot mutat. A csatornaépítés kapcsán ismételten kérik a lakosság türelmét, az aktuálisan érintett utcák listáját megtalálják a Képújságon, az Orosz Kafén és az Orosházi Életben.